Napot kívánok, mindenkit tisztelettel köszöntök. A kormány tegnapi ülésén tárgyalt a háborúról és annak következményeiről. Ukrajna teljesen érthetetlen módon a kőolajszállítás leállításával zsarolja Magyarországot és Szlovákiát. Ukrajna azt a két országot, Magyarországot és Szlovákiát zsarolja, amelyek következetesen állnak ki az azonnali tűzszünet és béketárgyalások mellett. Hogyha a helyzet nem oldódik meg, akkor üzemanyag hiány is lehet. Az kétségkívül igaz, hogy egyenlőre pánikra sem jók, mert a tartalékok szintje magas. A probléma nem azonnali, de szeptemberig megoldást kell találni. Magyarország nem akarja viszont zsarolni Ukrajnát. Mi betartjuk a velük kötött megállapodásokat, de az biztos, hogy semmiféleképpen nem járja, hogy ők eközben bennünket zsarolnak. Magyarország ezért kérte fel a bizottságot, hogy lássa el a szerződéses közvetítő szerepét, hogyha ez nem vezet eredményre, akkor más lépéseket is meg kell fontolni. A kormány még egy másik Európai Uniós kapcsolódásra rendelkező ügyet is tárgyalt a tegnapi napon, ez pedig a migrációs ügyben meghozott bírósági ítélet, és ezzel kapcsolatosan elvi álláspontot alakítottunk ki. Az egyik, hogy mandátumot adtunk az illetékes kormánytagoknak, Bóka miniszter úrnak, Pintér miniszter úrnak a tárgyalásra. Szeretnénk, hogyha a lehető leggyorsabban megállapodás Brüsszellel létrejöhetne. Ez azonban nem változtat azon, hogy az, hogy az ítélet megszülethetett, az gyalázat, tűrhetetlen, vérlázító, azt mutatja, hogy az Európai Unió bírósága semmilyen közvetlen, semmilyen jogvita eldöntésére pártatlanul nem vehető immáron igénybe. Könnyű visszaemlékezni a 2015-ös eseményekre, hogyha Brüsszel a határok megnyitását akarja kierőszakolni, akkor a migránsok Ausztria és Németország irányába fognak elindulni. Magyar kormány tehát a bizottsággal szeretne megállapodni, de ha a megállapodás eredménye az lesz, hogy a külső határvédelem hasonlóan hatékony formában nem tartható fenn. Magyarország területét akkor is minden eszközzel meg fogjuk védeni, de azt nem tudjuk garantálni, hogy a déli határon keresztül migránsok ezrei, tízezrei és százezrei ne menjenek Ausztriába, illetve Németországba. Említették mindketten a menekültügyi bírságot, mert mint amit az Európai Unió bírsága kiszabott, ez napi 1 millió euró, azaz 400 millió forint, ami egy gigabírság, és e fölött van még egy 200 millió eurós különbírság is. Kifizeti-e ezt, vagy megkezdi-e a fizetést a magyar kormány napi szinten? Ez mikortól ketyeg? Az ítélet meghozatalától számít a napi 1 milliós bírság. A 200 millió, úgyhogy a bizottság 7-es millió euróban történő marasztalásra kérte a bíróságot, ez lett 200, tehát a belünk szemben álló peres fél kért 7-et, és a bíróság megállapított 200-at. De az ehhez társuló 1 milliós bírság az a ítélet meghozatalától számít. Az ítélet végrehajtásánál csak technikai kérdés, hogy fizetünk-e vagy levonják, mert miután mi az Európai Uniótól nekünk járó pénzeket folyamatosan kapjuk, ezért vagy fizetünk, vagy levonják. A kérdés éppen ezért technikai. Elhangzott ez előbb a miniszterelnöknek a korábbi álláspontja ezzel kapcsolatban, az uniós büntetésre gondolok, miszerint olyan jogi megoldást fogunk találni, vagy keres a miniszterelnök, ami jobban fog fájni Brüsszelnek vagy Európának. Ugye itt az előbb fölkerült ez a kérdés, de azt hiszem nem válaszolt rá miniszter úr. Tehát, hogy most ez a megoldás az, hogy mi megnyitnánk a határ, ez az, ami jobban fog fájni Brüsszelnek vagy Európának? Én azt tudom elmondani, hogyha a bíróság ítéletét a maga egészében végre kellene hajtani, az egészen biztosan jobban fájna Brüsszelnek, mint Magyarországnak. Szemben az ukránokkal mi nem akarunk senkit zsarolni. Ha csak arra vagyunk képesek, hogy Magyarországot és a magyarokat védjük meg, őket fogjuk megvédeni, akkor nem tudjuk tovább Ausztriát, Németországot, meg a Benelux államokat, meg a skandináv államokat a migrációtól védeni. Nem ezt szeretnénk, most is úgy fogunk tárgyalni, hogyha lehet, akkor találjunk olyan megoldást a bizottsággal, ami ezt elkerüli, de hogyha nincs más megoldás, akkor nem akarok népi igazságokat mondani, de azokat máshol kell keresni, akik fizetni akarnak azért, hogy megvédjük a nyugat-európaiakat a migrációtól. Miniszter úrnak mi a véleménye arról, hogy Magyar Péter pártjának az új alelnöki újságíróknak azt üzente, hogy ujjait törnék el? Mások ilyen kijelentések miatt szoktak a közéletből távozni, ezzel lépett be a közéletbe.
Ön arról mit gondol, hogy magát azt a tényt, hogy ezt a személyt a párt alelnökévé választották, Magyar Péter hónapokig elhallgatta a nyilvánosság elől, nem került ez szóba a választások előtt? A választások előtt azt tudtuk, hogy Magyar Péter megígérte, hogy nem veszi fel a mandátumát és megy ki európai parlamenti képviselőnek, de nem tudtuk, hogy ki a párt alelnöke. Majd megtudtuk, hogy az az állítás valótlan volt, hogy ne venné fel a mandátumát és kiment Brüsszelbe. Ehhez képest viszont kiderült az is, hogy a pártom akkor volt egy alelnöke, amikor erről nem számoltak be. Azt legalább most már értjük, hogy miért, mert az erőszakkal való fenyegetés és az erőszak a politikában szerintem elfogadhatatlan, és ha már ebben sincs konszenzus, az nagyon nagy baj. És végezetül hogyan értékeli, hogy múlt héten gyakorlatilag Magyar Péter hűséget fogadott a magyar ellenes Manfred Webernek és Ursula von der Leyennek? A néppárt is azon pártok közé tartozik, ami mindent megtesz azért, hogy Magyarország ne jusson hozzá a bennünket megillető, egyébként szerződés szerint megillető Európai Uniós forrásokhoz. Aki azóta, hogy ez a párt így döntött, ehhez a közösséghez csatlakozik, annak az el kell számolnia. Gulyás miniszter úrhoz lenne kérdésem a 1 milliárdos kínai hitellel kapcsolatban. Ugye most derült fény erre, a portfólió írta meg. Miért titkolták ezt, hogy a kormány Kínától 1 milliárd eurós hitelt kapott? Ezt milyen célokra veszik föl, illetve mik a feltételek? Mert a kamatszintről, a visszafizetés ütemezéséről semmit nem lehet tudni. A pénzügyminisztériumnak szükséges teljes körű tájékoztatást adni, és egyelőre azt tudom csak mondani, hogy infrastruktúrális fejlesztéseket szolgál ez a hitel, teljesen normális a magyar hitelpolitika része, hogy veszünk föl hitelt és fizetünk vissza hiteleket. Egyébként pedig mi hoztuk nyilvánosságra, tehát nem valami nagy titokra derült fény. Április 19-én már le is hívták. Igen, ez így. És ez elég nagy összegnek számít, nem? Elég nagy hitelnek. A normális pénzügyi gazdálkodás keretében a magyar állam vesz fel hiteleket és visszafizet hiteleket. Mi annak örülünk, hogyha minél több lábon állunk, és minél több országtól vagy pénzügyi intézménytől tudunk hiteleket felvenni és a hiteleket visszafizetni. Az államadósság szabály pedig ugye azt garantálja, hogy évről évre, ha nincs rendkívüli jogrend, tehát valamilyen egészen speciális válsághelyzet, akkor az államadósságnak csökkennie kell. Ennek a magyar kormány mindez idáig meg tudott felelni. Mindenkinek szép napot és jó munkát kívánunk!